Én a középmezőnybe várom a csapatot bőven. Két győzelem, két döntetlen és hét vereség után állt fel a Nyíregyháza kispadjáról Csábi József. Az irányítást Mátyus János vette át, aki három hete van a Sparinál, de a célokat már megfogalmazta, bennmaradás az újonc együttessel. Mátyus János a szezont a Pápaiakkal kezdte, nem is rosszul. Csapatával hat forduló után a nyolcadik helyen álltak. A vezetőedző ennek ellenére szeptember 4-én lemondott posztjáról. Ez talán kijelentett, hogy erősebb keret, bár a Pápaival sem volt semmi gondom igazából ilyen szempontból, bár nyilván ott még az rengeteg játékos, rengeteg hiányposzt volt. Pápai remek emléke, nagyon-nagyon szép emlék az életemben, de már nem ezzel nem foglalkozom. Inkább a Sparival foglalkoznék olyan szempontból, hogy nagyszerű helyre kerültem, remek városba. Úgy érzem, az emberek lassan befogadnak, bár én Pestről jöttem, és azt tudjuk, hogy nem annyira jó ajánlólevél talán a Nyíregyházán, de érzem azt, hogy óriási bizalommal és szeretettel fordulnak felém, hatalmas a várakozás irányomba. Számokban összehasonlítva is van különbség Mátyus korábbi és jelenlegi csapata között. A pápai keret 2,75 millió euró, míg a nyíregyházi 3,73 millió euró. A Spari mégis az alsóházban foglal helyet, 11 ponttal a 12. a tabellán. A Lombard egy helyjel előzi meg. Ez a csapat jóval előrébre van predesztinálva, mint most jelenlegi helyén áll. Nekem az a véleményem, hogy most egy új impulzus által elindultunk egy olyan úton fölfelé, ami mindenképpen, tehát mondom, egy más irányba, pozitív irányba, és ez már a játékban is, meg múlt héten az eredmény is. Én azt mondom, hogy a mai játékban is meglátszott. Vagy két hét múlva mindenképpen nyerni szeretnénk otthon a Pécs ellen, és mondom, minél több pontot szerezni. Mátyus János mentalitása kezd átragadni a futballistákra. A küzdeni akarás a Diós Győr elleni mérkőzésen is látható volt, ám a győzelmet nem sikerült kicsikarni. Így a vezetőedző mérlege Nyíregyházán két vereség, egy győzelem. Milyen edző Mátyus János? Maximalista, tehát mindig győzni akar. Mentálisan nagyon jól föl tudja a brigádot rázni. Eddig én csak pozitívum, nem ismerjük olyan régóta, mert három hete dolgozunk együtt, de eddig csak pozitívumban tudok róla beszélni. Egy kicsit ez talán hiányzott is a csapatból, mert a játékos állami az megvan, én azt mondom, hogy ez a csapat ezt tud futballozni. Egy kicsit az is ugye az eredménytelenség miatt is mentális, tehát senkinek nem jó az, amikor ugye eredménytelenség van, kicsit az megül a csapat. Én azért mondom, hogy ez nagyon jó pozitív impulzus volt ugye ez a... Az új edzőváltás egy pozitív irányba elindult a csapat fölfelé, és ugye ez már mondom a játékban is megmutatkozik. Hetek óta klasszikus csatár nélkül játszik a Nyíregyháza. A célok eléréséhez erre a posztra még igazolna Mátyus. Emellett magával szemben is vannak elvárásai. Hogy jó edző legyek, majd csapatért? Persze. Én most úgy érzem, hogy mindenképpen benn kell maradnunk ebben az évben, nem lesz egyszerű, kell még játékos, de mindenképpen szeretném azt a Spartacus egy-két idősebb játékosra kiegészülve, egy-két magyar tehetséggel megspékelve, mindenképpen ütőképes társaság legyen. A kiszemelt már megvan csatárposztra, bár nevet egyelőre nem mondott Mátyus János. A válogatott szünet jól jöhet az újoncnak az összecsiszolódásra, hiszen vár még rájuk egy Pécs, Debrecen és Paks elleni találkozó.